Az U11-es kosárlabda bajnokság második fordulóját rendezték meg november 19-én vasárnap a Hunyadi sportcsarnokban. A 23 csapatos területi bajnokságot az erőviszonyok alapján 7 csoportba sorolták be a rendezők. A szerencsi darazsak az A csoportba a legjobbak közé kerültek. Az első forduló győztes mérkőzései után az Egrikék oroszlánok és a MEAFC cápakölykök ellen játszottunk, akikkel Miskolcon az első fordulóban csak hosszabbításban tudtunk győzni. Eredmények: szerencsi darazsak, Egrikék oroszlánok 103-31. MEAFC cápakölykök, szerencsi darazsak 56-73. Legeredményesebb játékosunk Pálinkás Gergő, Cseresznyi Ákos és Lesó Áron volt. Adott tájékoztatást Nagy Lajos szakosztályvezető, edző.